vagy esetlegesen komitében, tehát küzdelemben is jó. Ez nagyon-nagyon ritka, és az, a jelenleg látható hölgy Eszter azon kivételek egyike, mellette csak a Szabóné Bálint Anita volt még Magyarországról szintén, aki küzdelemben is és formagyakorlatban is indultak, és Eszter meglepően itt ugye hatodik lett, ami nagyon jó, és meglepően jól, nem is meglepően, hiszen jó munkát végzett el, tehát nagyon jól szerepelt küzdelemben is, ahol csak a későbbi negyedik helyezettől kapott ki. A nagyon jó bíráskodás mellett az az egy küzdelem volt például, ami számomra egy picit vitatható volt mindenki számára, két piros, két fehér zászló. A magyar versenyzők után most pedig következzék a formagyakorlat győztese, a japán Kobayashi Hitomi. Igen, a versenyzőket jelen esetben 5 bíró pontozza, 6 pont az adható, és ettől plusz-minusz el lehet térni 4 ponttal. Ő melyik formagyakorlatot csinálja? Ez a kata, amit most elkezdett a versenyző, ez a Sushiho kata, ami 54 mozdulat. Szintén egy viszonylag ősikat, egy mesterszintű formagyakorlat, amiben itt már például azonnal vannak kisebb eltérések attól a variációt, amit nálunk Európában gyakorolnak, főleg itt elsősorban, hogy látom az irányokban. Az értelmezése és a felfogása a katának, a végrehajtása is határozottan eltérő attól, ami nálunk van. Nem tudom megmondani, hogy ezt a katabírók pontosan hogyan díjazzák, hogyan értékelik, ezt nagyon-nagyon nehéz lenne megítélni. Ez elég szubjektív egyébként, vagy mi a pontozási szempont egyáltalán? Az alapvető európai pontozási rendszert azt viszonylag értem, a technikák pontosságát, kivitelezését, helyességét, dinamikáját, a mozgás harmóniáját díjazzák, és valamennyire figyelembe veszik egy nagyon kicsit az egyéni teljesítményt is, tehát hogy az adott személynek ez hogy áll. Viszont ez a megközelítés, ha megnézzük, például a ritmusában nagyon eltérő ez az értelmezés a formagyakorlatban, a Sushiho esetében, attól, ami nálunk megszokott, és például itt más állásokat is használt, mint amit nálunk használtak, úgyhogy itt nem tudnám megmondani, korábban a japánok nem versenyeztek formagyakorlatban, tehát, és más szervezetekben ez nem is szokott lenni, úgyhogy nagyon nehéz megítélni. Itt viszont most a hölgyeknél legalábbis a legjobb négy között három japán is ott van, az első helyezett az ezüstérmes és a negyedik helyezett is japán. Egy angol versenyző tudott bekerülni a legjobb négy közé, ő a bronzérmet szerezte meg, tehát a japánok fölénye nagyon-nagyon szembetűnő. Abszolút, a legjobb magyar eredmény, ugye, mint említettük, Wagner Esztertől volt, aki hatodik lett, és a Kovács Mónika pedig hetedik. A selejtezőkben a többi magyar sajnos kiesett. Ott egyébként mindenkinek a Gexai Show nevű katát kell bemutatni, tehát ugyanazt a formagyakotot mutatta be a selejtezőknél mindenki, ezt pontozták, és a legjobb nyolc jutott be a döntő napjára, ahol már mindenki szabadon választott. Így az Esztertől az előbb ugye a Kanku katát láthattuk, ettől a japán versenyzőtől pedig a Gexai Show-t. Igen. Hát nagyon-nagyon más volt a felfogásuk a formagyakorlatról. Nehéz egyébként formagyakorlatot versenyeztetni, ez Európában jól működik, hát itt pedig már, itt már az a helyezettek is. Így van. Ahogy említettük, már Kobayashi Hitomi szerezte meg Japánból az aranyérmet, az ezüstérem Oroszországba, a bronz Angliába került, míg a negyedik helyezés szintén egy japán versenyző szerezte meg. Most ismét egy apa és fia bemutató, Sensei Brezovai Sándor és fia Brezovai Botond. Hát gondolom ugyanazt az eufóriát élhették át, mint az előbb a Sensei Zsiga Zsolt a fiával. Bár itt Sensei Brezovai mögött itt volt egy rendkívül sikeresen szervezett világbajnokság. Ő ekkor már elég sok napja nem túl sokat tudott szerintem aludni, nagyon-nagyon sok munka volt rá, és lényegében ő meg a felesége vitte a hátán ezt a világbajnokságot, amiért minden elismerést megérdemelnek, tehát óriási dolgot hoztak tető alá, és én, ha jól tudom, már készül is ennek a versenynek a folytatása. Igen, úgy néz ki, hogy Magyarországon szeretnék megrendezni 2011-ben, tehát két év múlva a súlycsoport nélkül abszolút kategóriás világbajnokságot, tehát ezt Hatsuo Royama mester be is jelentette itt. Igen. A világbajnokságon. Igen, az oroszok, akik egyébként a legjelentősebb nemzet a Kyokushinkan szövetségben, azt mondták, hogy ők soha nem tudnának ilyen színvonalas versenyt rendezni, mint a Brezovai Sensei. Ők szerették volna rendezni amúgy ezt a két év múlva világbajnokságot, de azt mondták, hogy ők inkább segítenek a Brezovai Sensei-nak a szervezésben, de ők nem tudnak ennyire színvonalas versenyt tető alá hozni, és nekem azt mondta a napokban a Sensei Brezovai, hogy már el is kezdődött a szervezése ennek a világbajnokságnak, de egyébként ezt megelőzi egy szentesi IFI junior Európa-bajnokság, jövő év júniusa, júliusa körülre várható ez a verseny.
és mindemellett erre a bemutatóra is kellett még koncentrálnia, ahol bizony nagyon-nagyon kemény töréstechnikai gyakorlatokat láthatunk Brezovai Sándortól, negyedik danos karatemesterünktől, aki, mint ahogy el is hangzott, a világbajnokságnak a főszervezője volt, tehát igencsak máshol járhatott a feje és az agya. Itt most egy fejjel történő töréstechnikát látunk tőle, ami az egyik legnehezebb, legbonyolultabb. Itt most a legvégső, itt most nem is nagyon sikerült teljes mértékben, csak a felső kettő vagy három tört el, de és ezután még egyszer váljon, hogy bevállalta. És képzelje el bárki a nézők közül, aki mondjuk egy picit is beveri a fejét mondjuk a szekrény ajtajába, és utána még szándékosan bele kéne fejelni egy nagy erejűt, nem sokan tennék meg. Gondolom, hogy szakmai színvonal tekintetében óhelyesi, tehát nem láttam, nagyon sok VB-n voltam. Tényleg idézik azt az igazi nagy 87-es, 91-es világbajnokságok színvonalát, mikor óriási csaták vannak, hatalmas fighterek, harcosok jöttek ide. Hatalmas a az induló létszám, ugye közel 500 induló, 61 ország, 19 világszervezet. Én úgy érzem, hogy óriási dolog volt. Ez egy első lépés. Annak tekintetében, hogy közösen rendezzünk versenyt. Én úgy gondolom, hogy soha nem lehet ezt a sok akaratot, ezt a sok karizmatikus egyént, aki mind vezet egy-egy szervezetet, egy hajóba terelni hosszú távon, de egy biztos, hogy a versenyek erejéig, innentől kezdve szerintem mindenki fogja ezt a fajta megméretetést kívánni, hiszen nem mindegy egy sem egy magyar csapatnak, sem egy orosz csapatnak, hogy a saját divíziójában ő a legjobb a világon, de elmondhatja, hogy van a legnagyobb verseny, a legek-lege, és akkor ott is vannak bajnokai, tehát szerintem ez egy nagyon fontos kihívás. Magyarul az itt szerzett aranyéremnek nagyon komoly rangja van. Én úgy gondolom, hogy ezzel bármikor elmehetnek küzdeni a K1-ba, az MMA-ba, a UFC-be, bárhol, hiszen 19 világszervezet 500 versenyzője közül nyerni egy óriási tornát, ez hatalmas dolog szerintem. Úgy gondolom, hogyha ez egy évvel ezelőtt lett volna, vagy egy évvel ezután, akkor full ház lenne. Tehát akkor nem egy 50-60 szájkos ház előtt rendeznénk. Én úgy gondolom, hogy óriási hangulat, és a szakmai színvonal az szerintem csúcs, a világvezetők borzasztóan jól érzik magukat, és azt hiszem, hogy most ez kell, hogy számítson, ez a legfontosabb szempont. Mindemellett a hangulatra nem lehetett panasz a Papp László Budapest sportarénában, hiszen több mint 5000-en jöttek össze a sportcsarnokban buzdítani a magyarokat. Itt most a formagyakorlat, a férfi formagyakorlat döntőjénél tartunk, ahol a legjobb 8 közé 3 magyar is beverekedte magát. Először Dobó Dániel produkcióját látjuk. Igen. Dobó Dániel eredménye szerintem egy picit meglepetés volt mindenki számára. Fiatal versenyzőről van szó, aki szegedi illetőségű, és Kardos Imre tanítványa. Az, hogy bejutott a legjobb 8-ba, ez mindenképp egy nagyon jó eredmény, és azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon nagy edzésmunka vezethetett, és hogy Dani sokat fejlődött az elmúlt időkben formagyakorlat terén, hiszen korábban ennyire jó eredményei nem voltak. Remélhetőleg a közeljövőben még ilyen és ehhez hasonló eredményekre lesz képes. Az a formagyakorlat, amit éppen most bemutat, az mennyire számít nehéznek, bonyolultnak? Az a formagyakorlat, amit látunk tőle, egy elég klasszikus kyokushin forma gyakorlat, tehát nagyon sok alkalommal választják a versenyzők ennek a katának a bemutatását. Az én megítélésem szerint ezek a mesterszintű katák már egytől egyig azért nehezek, hiszen olyan ritmus és iramváltások vannak benne, olyan végrehajtási nehézségek, amik miatt egyiket sem nehezném semmiképp sem könnyűnek. Ha jól tudom, akkor ugye ezeket a gyakorlatokat olyan szinten kell gyakorolni és tudni, hogy a tudatalattiból jöjjenek ezek a mozdulatok, tehát ne kelljen gondolkozni rajta, hogy éppen most milyen mozdulatot kell majd csinálni. Igen, hát azon nem gondolkozhat egy versenyző semmiképp, hiszen akkor elhibázná a bemutatást. Most pedig pont azt láthatjuk, amikor a bírák megadják a pontszámaikat, és ítélnek, ezt fel fogják emelni magasra a kezükben lévő táblát, amit egy speaker beolvas, hogy a közönség is hallhassa, hogy ki mennyi pontot adott, és így kerül ki az eredményhirdetés. Itt pedig már Szabó István, ötszörös Európa-bajnok, aki talán a formagyakorlatokban a leginkább ismert név Magyarországon, eredményei alapján is egyébként, de hosszú éveken, évtizedeken, szinte mondhatni, hogy évtizeden keresztül ő volt a legmeghatározóbb a formagyakorlatok világában. Nézzük, hogy egyébként
ő mit választott, és egyáltalán milyen eséllyel vágott ő neki ennek a viadalnak most itt? Én azt gondolom, hogy talán tőle várta mindenki a legjobb eredményt.